Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband Perisznom módos végigjátszásomat, és mit maradt abba, hogy az előző részben leginkább küldetéseket csináltam a torrániai területeken, hogy céheket tudjak majd létrehozni, csak egyelőre nincs meg rá a pénzem, de idővel meg lesz, mondjuk már több mint 10 000 dénárom van. És azon vagyok, hogy például van itt ugye ez a lázadó hakkoni hercegnő, akit jó lenne legyőzni, csak ugye rohadt erős serege van. 31 birodalmi lovak, 26 légionárius, 53 veteránlandzsás, 51 lancer és 48 nehéz gyalogos. És arra várok, hogy jöjjenek ide nagyobb nemesek, hogy le tudjuk győzni. Mert hogyha minden igaz, hogyha legyőzöm, akkor lehet, hogy kapok némi pénzt, hogyha szabadon engedem. Csak, nem tudom, hogy hol lehetnek a nagyobb nemesek. Oké, kaptam 5750 dénárt. Amúgy a következő céhet ugye Galvéba kell létrehozzam, mert Galvéban valami 2700 vagy 2800 dénárt adna a céhem. Az pedig nekem nagyon kéne. Nem is gondoltam volna, hogy a játékban megjelennek ilyen lázadó hakkoniak sereggel. Ez durva. Amúgy valójában megtehetném azt, hogy segítek neki a trónra jutni. De, hogy őszinte legyek, nincs kedvem hozzá. Ahogy elnézem, nagyon messze megy. Ja, mindegy, hagyjuk. Menjünk erre. És lássuk, hogy mi a helyzet a The Realm of the Falcon seregeik ellen. Mi lehet ott a helyzet? Amúgy csak szerintem halk a zene egy kicsit. Na mindegy, ezek itt mik? Scouts of Lord Salius the Dishonorable. Ajaj. Nincs valami küldetés? De. És pont, hogy oda kell menjek. Az gáz. Ez miért van itt? Nem tudok elmenni. Várjunk, Amarnában milyen kapcsolatom van? 3-as, oké, az jó, mert az elegendő ahhoz, hogy céhet alapítsak majd. Ó, te jó ég, 30 moszorú warlords. Á, nem, én nem küzdök meg velük. Fogalmam nincs, hogy milyen egység amúgy. View Troop Tree. Ez a Zen dinasztia. Milyen van a birodalmiaknak? Hakon Empire. A legjobb egység ugye a Lancer, az Imperial Lancer, Imperial Spearman, Legionary és Sharpshooter. De vannak még ilyen átlagos, vagy ilyen izék. Nem átlagos, hanem vannak ilyen elit egységek. Perisznói katonák miből állnak? Van a Rune Ranger, Sunrise lovas, Perisznói Champion, vagy a Perisznói Guard. Vagy van a Perisznói Paladin, ugye Great Knight és a Paladin. De jól néz ki. Wow. 75-ös fejvédelem és 5-ös izét ad. Testvédelmet még. Milyen a testpáncélja? 75-ös testpáncél. Atya úristen. Lovasi jászat 9, dobóerő 9, lövőerő 9, ütőerő 10-es. A fegyver weapon képesség ugye 580, 580, 500 a polearm. 87 életerős. Jézus Isten. Az komoly. A Perisznói Squire-ből lesz ugye. Ó. Amúgy ha minden igaz, ilyen egységeket fogok tudni képezni, hogyha saját királyságot alapítok, perisznói katonákat, vagy ki tudom majd választani, hogy milyen frakciónak az egységeit akarom képezni, de azt hiszem, hogy ez az.
Várjunk. Nem ezt akartam. Hakon... Ja igen, itt van ugye a Hakoni Nobó lovas, amiből lesz az Imperial lovas, vagy az Imperial Knight. Ami... nem tűnik olyan erősnek. De azért mégiscsak egy jó egység. Amúgy hol van a veterán légionárius? Vagy az csak izé tudja képezni? Leonidas? Hakon Leonidas? Nem, itt van ugye, azt hiszem. Itt vannak a Klimoriánok. Klimorián Teddy Luvian, vagy Klimorián Klanite. Itt vannak a Wolf Knightok. Wolf Squire, Wolf Knight és Wolf Elder. Egész jó felszerelésük van amúgy. Itt van az Illica Folky, aki ugye az Illica Folky Knight és az Illica Folky Ranger a legjobb. Ezek egyfajta ilyen ugye kicsi frakciók a játékban. Border Patrol. De hol van a... például itt vannak ugye a Female Perry Snow Troops, Female Sunrise Dame és a Perry Snow Maiden Wolf Rider. Perry Snow Pilgrim, ugye amiből lesz a... vesz a Perisznovi Zelot és a Perisznovi Holy Champion. Wow. Király. Banditák. Ó, a banditákból lesz a Knight of Doom. A Knight of Doom amúgy ilyen törpe számszeríjat használ. Olyan számszeríj, amivel három lövés lehet leadni egymás után. Ami újratöltés nélkül. Szóval minden harmadik újratöltés után kell... vagyis minden harmadik lövés után kell újra tölteni. Amúgy ezek... Ja, amúgy... Várjunk. Ezek a moszoruk, ugye? És mi a franc van a városba? Moszorú Warlords. Oké. És ugye 30 darab moszorú Warlords van, ami... ami ez. Aha, igen. 8-as ütőerő, 79 életerő, testpáncél 57 a 26-tal, 10-es kézvédelem, aha, ja persze. És van belőle 30 darab a faluba, aha. És azt akarja egy a játék, hogy én azt intézzem el? Ja, persze. Igen. Én is pont úgy gondoltam. Csak nem most. Majd egyszer. Eljön majd az idő, mikor le tudom győzni az ilyeket, de nem most. Egyáltalán nem most. 30 moszorú hadúr. Az felér... vagy 100 ilyen... 100 vagy 120 ilyen átlagos katonával. Jézusom. Naja, amúgy... A játékban vannak ilyen dolgok, hogy ugye bemész egy faluba, aztán ha nem nézed meg, hogy mi ellen kell harcolj, lehet, hogy már késő, és beleszaladsz 30 ilyen hadúrba, legyalulják a seregedet. Oké, sajnos a falu az megutált, de ez van. Küldetés pedig nem ad. De legalább azé meglett. Másik küldetés. És még mindig itt vannak, király. Ez az. Gyűjtsen be Arisnak az adóját. Aris pedig egy város. És természetesen lehet, hogy a pénz el fog vészni. Elfelejtem odaadni amúgy. Ja, az meg lehet. Van egy jobb ötletem. Nincs véletlenül Amarnába egy küldetés, ami arról szól, hogy győzzek le egy ilyen... large bounties. Oké? Na várjunk, mi van? Hulán horda hadat üzent a bakalóriásoknak. De hol van az a sereg, amit le kellene győzzek?
Ó! Oh. A sutóriások és a bakalóriások pedig békét kötöttek. Jó, de... Na bakker, ez így nem jó. Hát ez így nem jó, mert nem kapom a csapatot, amit le kellene vadásszak. Pedig a játék azt írta, hogy, hogy nincsenek messze a várostól. Ó, megvan! Á, francba. De az a baj, hogy ez... na mindegy. Hát igen, sajnos nem mindig jön össze. I failed the quest. Ja. Rendben, legyen az, hogy begyűjtöm az adót, ami mindössze 2 napot vesz igénybe. Ó, oh, wow, 1106 dénárt kapok, meg 1500-akat. Amúgy arra gondoltam, hogy ezt a pénzt már nem hiszem, hogy odaadom. És ebből a pénzből, meg ugye a saját pénzemből, plusz ugye hamarosan fogok kapni bevételt a céheimből. Szerintem tudok alapítani egy olyan 2, esetleg 3 céhet. 2 biztos, de 3 már nem biztos. De hát 2 is nagyon jó lenne. Torrániai királyság hadat üzent Elintornak, hűha. Amúgy mi a helyzet a... kaptam 18 ezret. És ez is ostrom alatt áll. Ó, azt hiszem, hogy a Realm of the Falcon megkapta a méltó ellenfelét, ugye a tündéket. Rendben. Mennyi pénzünk van? 33 ezer. Benézek ide. Oké, van még egy ilyen izés, küldi. De miért? Ó, várjunk, ő valójában veszít. Ne engem. Na jó, most akkor valahogy csalogassam kell egy nemeshez, hogy segítsen nekem legyőzni őket. Á, nincs küldi. Hoppá. Az nem tudom mi volt, de oké. 77 katonája van. Á, kizár dolog, hogy 77-tel legyőzzük őket. Na jó, egy próbát megér. Hogyha vereségre állunk, legfeljebb visszavonulunk, az kész. Ó! Ja, hogy neki ilyen gladiátorai vannak. Ó, te jó ég. A gladiátorok azok erősek amúgy, de... Hát, attól még mégiscsak izé... Jóval többen vannak. Ó, te jó, van veterán gladiátor, gladiátor bajnok. És van egy ilyen, az a neve, hogy phalanx, de ez inkább triárira hasonlít. Ja, ez inkább triári. Ó, ezeket legyőzzük simán. Ez mészárlás lesz. Ó, te jó ég, lemészárolják őket. A gladiátorok erősek amúgy. Ó, wow. Na basszus. Ez komoly. Igaz, hogy gyenge egységek ellen harcolnak, de wow. Vagyis hát volt néhány erős harcos köztük, de semmi komoly. Ó, oh, wow, Jézusom. Mint forrók és a vajon úgy mentek át rajtuk. Oké, okay, plusz szereztem néhány egész jó katonát. Plusz néhány foglyot is. Remek. És ott van egy Legionary Cavalry Sword. Jobb, mint az enyém, szóval az kell nekem.
Nem, ami nekem van, az jobb. És meg lett a küldi. Track down bandits, quest fail, nem számít. Lássuk. Mennyi pénzt kapok? 5000 dénár, az egész jó. Az valójában egész jó. Ja, igen, el kéne adjam még a foglyokat is. Majdnem 1000 dénár. Na jó, irány akkor Galvéba, és létre kell hozzam a céhemet. Gondoltam amúgy, hogy 10000 dénárt fogok kapni, de így is jó. Oh. Lehet, hogy kéne jelentkezzek a marsalnál inkább. Lehet, hogy a háborúból kapok némi jó cuccot. Ami megérné. A Kaikot konfederáció és a Realm of the Falcon pedig békét kötöttek. Na jó, legyen akkor az, hogy kísérem a csávót. Jó! Oh. Francokat, mi inkább menekülünk. Ó, francokat menekülünk, ott van a izé. Álljál csak meg. Azt hiszitek, kemények vagytok? Ja, hogy falangsz van köztük. Nem tudom miért falangsz amúgy, mert ez valójában triári. Ja, szerintem a triári név az jobban illene hozzá, mert úgy néz ki, mint a triári. Az én embereim inkább ne harcoljanak. Semmi értelme nincs, elveszítsem őket. Hát az egy baráti tűz volt. Meg az is. Á, szerintem legyőzzük őket. Júj, az egy falanx, vagy inkább triári. Ja, nekem inkább... Oh. Nekem inkább triári. Kezdjük inkább újra a csatát, mert nem akarom, hogy meghaljanak az embereim, annyi az egész. Az ott mi a bánat? Ezek mik? Elintorian Guard. Ó, te jó ég. Gyönyörű páncéljuk van amúgy. Ilyen pikkely páncél. És jó nagy kard. Ó, francba, az ellenség már itt van. A legjobb az lesz, mikor lesz saját királyságom, és tudom képezni a perisznói lovagokat. Az jó lesz, azokkal lehet majd mészárolni, a perisznói lovagokkal. Vagy ugye az ilyen rangerökkel, íjászok. Oh wow, elég szépen mészároljuk őket amúgy. Vagyis a szövetségesek. Az ellenség már erősítést kapott. Nézzem amúgy, hogy az elintoriáni gardok elég szép veszteséget okoznak. Elég gyakran megjelenik a nevük.
Megöltek egy falangszot az egyik Elintoriani guard. Megölt egy Perisnoan settlert. Megölt még egy falangszot az egyik Elintoriani guard. Lehet, hogy nekem is kéne majd szerezzek néhányan Elintoriani guardot. Lehet, hogy nem ártana. Amúgy ezt lehet behozni, ezt így, a backspace-szel lehet. Ha valaki nem tudná. Oké, amúgy 31 ellenség van már csak. Ó, egy falangszot, wow! Ahogy elnézem, az Elintoriani guard simán elintézi a falangszot. Vagy triárit. Rohadt erős egység lehet amúgy. Meg is kéne nézzem a troop tree-ben, hogy mi az. Milyen képességei vannak, milyen felszerelései. De szerintem ilyen 500 valahányos fegyver képessége van, meg hasonló. És győztünk. Vagyis győztek. Á, lett egy phalanx foglyom. Oh, wow, hello. Kaptam néhány egész jó cuccot. Lett egy city guardom, némi, mi kell néhány village guard. Legyen Feme Fatele. Nem tudom mi az, de oké. Okay. Legyen sok cavalry. Oké, el kéne adjam a foglyokat. Ez mi? Maiden of War. Három darab, 3678, na menjetek innen. Ó, nem... nem kellett volna. Ja, ez a sisak jól jött volna egy hősömnek, vagy ugye ezt a lábvédőt, ezt megtartom. De a többi az mehet. A lábvédő az marad. Made by humans for humans. Ugye játékban vannak például óriások, meg hasonló, és... hát ugye... óriásoknak készült, vagy törpöknek készült páncélt nem tudok használni. Amúgy jó, mert kaptam több mint megint több mint 5000 dénárt a céheimből. Várjunk, hány céhem is van? Leuvenből kaptam 844-et, Lilébből 3040-et, és Elsinorból pedig 2958-at. Ja igen, troop tree. Elintor. Oké, az Elintoriani guard az szerintem egy ilyen minor faction lehet. Vannak geldárok is amúgy. Geldar Foot Knight, Geldar Forest Warden. Á, szóval valójában a geldárok is egyfajta tündék. Á, szóval a rabszolgákból lesznek a gladiátorok. Ha mondjuk ez nem meglepő. Ja, hogy ez az én zsoldosom, ugye? Ja, hogy ezeket majd én tudom létrehozni? Szóval létre tudok majd hozni saját izét? Zsoldosokat, az jó. Amúgy nem találom azokat a geldár izéket. Vagy Elintoriani gárdokat. Ja, sajnos nem találom.
Van olyan, hogy Limbard, Squire és Knight. Oké. Na jó, mindegy. A lényeg az, hogy az az egység rohadt erős. Szóval... Ó! Oh. Ez a csávó nem... Amúgy csak én láttam azt, hogy a semmiből jelent meg? Szóval csak mentünk a térképen, és boom, egyből megjelent. Abban reménykedem, hogy ez egy olyan nemes, akit hogyha legyőzök, akkor kapok 10.000 dénárt, vagy valami ilyesmi. És remélem nem az lesz, hogy ő győz le minket. Van egy csomó ilyen maznerai lovagja, ha jól látom. Ami szerintem elég erős. Az egyiket eltaláltam. Meg vannak ezek a maznerai household guard. Ó, jaj, hagyjál békén! Segítsetek! Ó, én öltem meg. Várjuk, az ellenség kapott erősítést, de mi nem, szóval az azt jelenti, hogy jól állunk. Meg amúgy többen is vagyunk, szóval biztos, hogy győzni fogunk. És remélem, hogy kapok némi pénzt érte. Jaj, kaptunk mi is erősítést. Gyerünk, fiúk, menjetek! Gyerünk, fiúk, győzzétek le őket. Még jó, hogy vannak szövetségeseim. Az ellenségnek van egy csomó számszeríjásza. Amúgy egész faján néz ki ez a sisak. Még talán, még megy is talán ezzel a testpáncéllal. Talán. Az ellenségnek rengeteg számszeríjásza van amúgy még. Nincs is kedvem közelebb menni, mert csak lelőnének. Ja, vannak ezek a zsoldos sniper egységei. Mercenary sniper. Mész innen? Oké, jött az erősítés. Annyi az egész, hogy valójában ugye ezekkel a nemesekkel hadjáratot kellett volna vívni, vagy hadjáratba kellett volna menni a Realm of the Falcon ellen,
Most pedig elveszítünk egy csomó katonát ezek ellen. De hát ezeket is le kellett győzni, szóval mindegy. Az ellenségnek van 172 katonája, basszus. Hogy elnézem, a hakkoni lancerek mészárolják a veteráni számszeríjászokat. Oké, még vannak 115-en nagyjából. Oké, nekünk megint jött erősítés. Oh, wow. A legjobban az egészben azt tetszik, hogy az AI egész jól csatázik. Mármint az íjászok ugye folyamatosan a magaslaton vannak és lőnek, ugyanúgy a mi íjászaink is, hogyha az ellenséges gyalogság közel ér, akkor vonulnak vissza. Szóval ugye nem olyan az AI, hogy mindenki előre, aztán lesz ami lesz, hanem próbál egy kicsit taktikázni. És kihasználja úgymond az egységeinek erősségeit és gyengeségeit. Amúgy azt mondom, hogy az ellenség nem még kap többet erősítést. És ha jól látom, azok az íjászok, akik kifogytak a lőszerből, azok már jönnek lefele. Az jó. Várjunk, mi sem kapunk erősítést? Lehet, hogy be kell vessem az én embereimet. Így a végén. De csak hogyha muszáj, akkor. Talán ezek a számszeríjászok lehozzák. Egyet megöltem én is. Nem mondják, hogy nem csináltunk semmit. Megöltem még egyet. Egyet megsebeztem. Meg még egyet. Meg még egyet. Az mellé ment. Még egyet megöltem. Ja, ez valójában mi hozzuk le a csatát. Ha nélkülünk vesztettek volna. Ja, ennyi. Mi öltük meg az utolsót? Az utolsó ellenséges katonát az egyik táborvédőm ölte meg. Nélkülünk veszítettek volna. Hát ez easy volt. Ah, spare me please. Take anything you want, just leave me live. Very well. És 10.000 dénár. Király. 10.000 dénár. Ó, te jó ég. 59 a 28-al. Atya Isten, milyen jó cuccokat kaptam. Oh, wow. Oké, a páncélokat megtartom, de némi cuccot el fogok adni. Oh, te jó Isten. Ezt a sisakot megtartom. A két testpáncélt szintén. Mondjuk még az az 53 a 18-al, az is jó. A lábvédőt szintén.
Meg még ez a sisak. Ja, ez nagyon jó volt amúgy. És kaptam egy jobb izét, számszerű lövedéket. Nos, ez egész jó volt. A probléma az, hogy a seregünk nagyjából oda lett. De mindegy, nekem ugye megérte, mert kaptam 10.000 dénárt, meg némi jó cuccot. Plusz 12 extra sebzés, az rohadt jó. Van majdnem 60.000 dénárom. É, hol van a izé? Á, oké, megvan. A Marshall. Oké, ez valójában egész jó volt. 10.000 dénár, némi jó páncél. Ja, ez oké. Már nem még kell kövessem. Rendben, irány Galvé. És van egy csomó pénzem, majdnem 60.000 dénár. Kell céheket létrehozzak. Ó, ide nem megyünk, itt a Third Legion Outpost. Azt hagyjuk. Várjunk, Forniron-ban van nekem céhem? Nincsen. Leuvenben van, szóval nincs Forniron-ban céhem. Ott is létre kell hozzak majd egyet. Itt pedig gyülekeznek a torrániai csapatok. Rendben, meet with Guildmaster. És... 3018, király. Itt van Zaira. Nem. Jó, irány izé akkor. Lesbere. A francba. Mercenary improved knights. Muszáj hátraadjak 4 embert. Ja, legyőztek volna amúgy. Hogy őszinte legyek, nem is tudom miért vettem fel ezeket a katonákat. Nem sok értelmét látom. Meghagyom az elitebbeket, de a többi az mehet. Nincs értelme, mert amúgy is csak ha elkap egy ilyen csapat, csak legyőznek. Néhányat meghagyok. Most kaptam egy ilyen skill pontot. Legyen lovasíjászat. Itt van Tilen. Oké, őt felveszem. 7000 dénár, de nem baj. Hol van Kara amúgy? Nincs egy Traveler. Drinking game. Rendben.
ittunk, egy ivósat játszottunk, hogy mi volt, na mindegy. Vivarian Divers 1066, nem? 660, 662, az Ironworks 1230, oké, okay. Olaj 462, Or 1290, oké, okay. Canary 1152, várj, mellé klikkeltem, mindegy. Ez csak 1066. Ja, azt hiszem, hogy a Tannery lenne ugye a legjobb. Nem a Tannery, hanem a Vine. 1290, ja. Mennyi pénzünk van még amúgy? Még van 20.000 dénár. Luvenbe van céhem, ugye? Igen, akkor irány... Irány Vinikába. És ott kell céhet létrehozzak. Lássuk, hogy itt mit kéne, vagy mit lehetne létrehozni. 784, az nem olyan sok. 723. 566. Ironworks minusz 150, az gáz. Olaj 426. Por 735. Tannery 1050, oké. Okay. Brewery 926, és a... Kenyér az 529. Legyen a Tannery itt is, és csak 12.000-be kerül. Aztán remélem, hogy tényleg jól fog adni. Mennyi lenne amúgy a bevételem majd? Több mint 11.000 dénár, wow. Az jó. El kéne nézzek Forniron-ba. Lássuk, hogy mi a helyzet ott. Mi lenne amúgy ide a legjobb? Tannery 1061. Ja, azt hiszem, hogy itt is a Tannery lesz. Vagy a bor? Nem, az nem jó. Brewery 960. Ja, szerintem az lesz. A Weavery and Diverks az csak 845-öt ad. De a Tannery az 1061-et. Amúgy arra gondoltam, hogy elnézek a geldárokhoz. Lássuk, hogy ott mi a helyzet. Vagy hogy mi van ott. Mert ugye nekik csak egyetlenben egy területük van, de lehet céget létrehozni? Vagy ez csak egy vár? Ja, ez csak egy vár, szóval nem lehet. És mi a helyzet ezekkel? Valójában ez egy város. Oké, akkor kell csinálják egy küldetést. Dezertőröket kapja kell. Na jó van. Ja, az szerintem nem nagyon fog menni. Oké, be is adta a játék, ugye, hogy nem sikerült a küldetés. Ó, az közel volt. Ó. A napi ki... Ja, igen. Tényleg, Tilen ugye most már képzi a katonákat, ha minden igaz. Ami egész jó. Nincs valami más küldetés? Egyelőre nincsen. Mercenary Nihuan. Oh, hello Silivetiel! Lássuk, hogy elnézem, Elintor erdeiben nőtt fel. Mennyibe kerül egyáltalán? 8000 dénár. Egye fene. Soknak tűnik, de szerintem megéri. Arra gondoltam, hogy kéne várjak egy kicsit, hogy lássuk, kapok valami küldetést, vagy nem.
Én egy ilyen karavános küldetés, vagy valami hasonló. És jó lenne megcsinálni. Ja, amúgy valójában a 8000 dénár egy hősért nem is olyan sok, hiszen van olyan hős ugye, amelyik 50 000-be kerül, de van olyan, amelyik 100 000-be. Mondjuk egy idő után az sem sok, miután lesz egy csomó bevételem. Plusz, ha jól látom, a hősök csinálnak olyat is, ugye, hogy bevételt adnak, vagy nem bevételt, hanem élelmet gyűjtögetnek. És nem kaptam csak 8885 dénárt. Hát az kevés. Hogy őszinte legyek, az kevés. Többre számítottam. És... Démon imádók jelentek meg. Hűha. Oké, okay, a játék pedig nem akar küldit adni. Na jó, majd egyszer visszajövök ide. Ez ki? Onishi. Zen Yumi Master 66. Zen Kamikaze harcos 84. És van 184 Ronin. Az igen? Hát eljön majd az idő, mikor az ilyen, az ilyen seregeket csak úgy, mint a forrók és a vajon úgy megyünk át rajtuk. De nem most, majd idővel. Ó, amúgy ennek a csajszinak van fejlesztési lehetősége. Elég erős karakter amúgy. És a legjobb az egészben, hogy folyamatosan képzik nekem most már a hősök a katonákat. Amúgy hol van Kara? Oh, hello Antiope. Hello. Vajon mennyi lehetsz? Nem egy éjszakára, hanem hogy csatlakozzon. 6500? De drágák ezek, ember. Drágák a nők amúgy. Na jó, csatlakozhat. Hello. Szóval azt akarja, hogy az elintoriáni tündék megsemmisüljenek. Szóval ő Geldarini tünde, és ugye utálja izét, az elintoriáni tündéket. Na jó, oké, viszlát. Mindegy, nem érdekel. Hát igen, megesik. Ó, és Antiope-nak is van fejlesztési lehetősége. Kéne neki még egy extra lovaglás. Ő létére jobban is lovagolhatna. Rendben, menjünk Elsinore-ba. Ezek kik? Ankars Seducers. Tök mindegy, nem érdekel. Amúgy milyen extra képességet adnak a hősök? Egész jó. Fosztogatás Antioptól. Surgery, ugye sebkezelés, elsősegély, stb. Ja, az jó amúgy. Elég drágák is egyben a hősök. Peasant Woman, azt felveszem. Ki akarom fejleszteni ezeket a parasztasszonyokat. Mert ha minden igaz, a parasztasszonyokból lesznek a izék. Female Troops, Peasant Womanből lesz az ilyen Maiden Foot Knight, virágó heroin, meg például Maiden Sharpshooter, azok pedig egész jók. Számszeríjász nők, nem rossz harcosok, nem a legjobbak, de tűrhető. És ugye most, hogy vannak a hősök, elég gyorsan ki tudom képezni őket.
Várjunk, el kéne menjek a Fountain Hall városába, és lássuk, hogy ott van valami küldetés. Hű! Bakker, az majdnem elkapott. Annyi az egész, hogy hogy a hőseim azok erősek, de... Dylan was accidentally injured during today's training. The wounds aren't severe, but it makes... Szóval Dylan lesebesült. Ja, veszített némi életerőt. Oké. Lássuk, van itt valami küldetés? Jó lenne itt is céhet létrehozni amúgy. Dregmest Sargos Party. Nem? Jó. I'll do it. Lehet, hogy beadja, hogy meg se lehet csinálni ezt a küldetést. Egyelőre nem adja be. Francba, hátba lő a másik. Ne! Ez a sisak nem jó, mert zavar a látásban. Vagy inkább a célzásban. Fenébe. Na végre, ez egész jó volt. És ha jól látom, itt is van egy ilyen zsoldos csávó. Meg van egy farmer, aha. Én is arra gondoltam, hogy pont izék ellen fogok harcolni, ilyen elit. Nem is tudom. Ilyen elit banditák ellen, akik ugye falukat támadnak meg. Na várjunk. Ugye kaptam egy ilyen küldetést, de hát ez... Erre nagyjából semmi esély, hogy meg tudom csinálni. El kell kapjak valami Dregmest Sargos Partit. Fogalmam nincs, hogy hol lehet, vagy ki az, vagy mi az. Szóval... eléggé esélytelen. Amúgy mennyi lesz a következő bevétel? 9100. Hát az kevés. Jaj, amúgy 2000 dénárt veszítek, már csak a izé miatt, 2100-at, ugye, hogy nem tudják megfelelően átutalni a pénzt. Oh, wow. Ilyesmi is van a játékban? Hát igen, az gáz. Mégiscsak 2000 dénár. Oké, amúgy kéne nézzek valami küldetést esetleg. Falukban. Talán ebben a faluban van valami küldetés. Újoncok vannak, de nekem az olajában nem kell. Ja, hozzak megint teheneket. Ennek a falunak folyamatosan tehenekre van szüksége. Annyi az egész, hogy nem tudok most hozni, mert nincs elegendő pénzem rá.
csak miután megkapom a céhemből a pénzt. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy zárom a videót, és akkor a következő részben pedig meg fogom csinálni a küldetést, és kell gyűjtsek pénzt, hogy ugye még több céhet tudjak létrehozni. Ja. Nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!